A Boton Kft. 1993-ban alakult, székhelye Kecskeméten van, Kard utca 22-ben, telephelyünk Kecskeméten, szintén a Békéscsabai úton található. Tevékenységi körünk a mélyépítés köré csoportosul. Foglalkozunk furt cölöpalapozással, kútalapozással, ehhez kapcsolódó munkákat is elvégzünk, mint régi épületek lebontását, betonbontás, a mélyépítéshez tartozó földmunkákat elvégezzük, törmeléket elszállítunk, és egyéb szállítási tevékenységet is végzünk, ami a saját munkánkhoz szükséges. A cégünk fő tevékenysége a cölöpalapozás, amely főleg olyan területeken alkalmas alapozási mód, ahol már a másik alapozási módok gazdaságtalannak bizonyulnak, ahol feltöltött talajok vannak és fokhíj beépítések. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy két épület között, akár régi roskadozó házak között is, ezekkel a vékony 160 mm-es átmérő szülöpökkel a megfelelő terhódó talaj rétegig lefúrjunk, és anélkül, hogy a mellette lévő épületekben károsodást okoznánk, maga az új építmény lealakozható. Az utóbbi években a teljesség igénye nélkül Esztergomban végeztünk egy rádiótorony alapozást, technikailag, műszakilag egy érdekes feladat volt. A Dunaparton kellett egy vizes, sódaros területen 12 méter mélységbe kútalapokat lefúrjunk, ezt is sikeresen megoldottuk. A másik jelentősebb munkánk a Kész Kft-nél egy 15.000 négyzetméteres csarnoképületnek az alapozása, ami szintén műszakilag egy elég komoly feladat volt, mivel daruzott csarnokról van szó. Nagyon minimális süllyedések engedhetőek meg egy ilyen daruzott csarnoknál, ezt sikeresen megoldottuk. A következő ilyen nagyobb munkánk Bertrans Kft-nél szintén Kecskeméten egy csarnok alapozás volt, ami szintén 15-6000 négyzetméter nagyságú csarnok szerkezet, ez is jelentős munkája volt cégünknek. Az ilyen nagyobb létesítményeken kívül társasház építőknek cölöpalapozást végzünk. Kecskeméten rengeteg társasház építő cégnek alapoztunk, teljes megelégedésre. 25 fős állandó létszámmal dolgozunk, ebből 2-3 ember vezető, művezető, technikus, mérnök, a többiek gépkezelők, betanított segédmunkások. Ez a létszám 4 géplánszornak az üzemeltetésére, működtetésére elegendő. Ezzel a 4 géplánccal látjuk el a felmerülő feladatainkat. Gépláncok alatt cölöpfúró berendezéseket értek, ehhez kapcsolódnak betonkeverők, betonszivattyúk, billenős teherautók, az összes gépjármű, ami kiszolgálja. Az utóbbi 3-4 évben, körülbelül minden évben 20%-kal sikerült növelni az árbevételünket. Ez a jelenlegi építőiparban visszafogottnak mondható körülmények között véleményem szerint igen jelentősnek számít. Fő pozitívumaink véleményem szerint, hogy a meglévő épület elbontásától kezdve az új épületnél megvalósítandó talpgerendáig mély alapozáson keresztül kompletten mindent el tudunk végezni, utánunk csak a kőműves és szakipari munkáknak kell következni. Pontos, precíz munkát végzünk, munkaterületet tisztán, rendezetten adjuk át. Minőségi kifogás nem volt még ez idáig az elmúlt 13 év alatt, amióta fönnáll a cégünk. Vannak visszatérő partnereink, különösen a társasházépítőkre gondolok, akikkel igen jó kapcsolatot sikerült kiépíteni. Elsősorban a gépparkunkat szeretnénk korszerűsíteni, ez folyamatosan zajlik egyébként, újabb és újabb gépekre cseréljük a régebbi technikai felszereléseket. Mindig jelennek meg a piacon újabb gépek, felszerelések, amik könnyítik, illetve pontosabbá teszik a munkát és a garantált minőséget is biztosítják. Ez irányba akarunk tovább fejleszteni. A cégnek a profilján nem akarunk változtatni, maradunk ennél a cölöpalapozásnál, mély alapozásoknál, illetve utólagos épület megerősítésekkel is foglalkozunk, amihez szintén a technikai felszereléseket szeretnénk korszerűsíteni. Optimisták vagyunk a jövőt illetőleg. Igaz, hogy az építőipar most nehéz helyzetben van, magunkra nézve viszont úgy gondolom, hogy a fejlődés töretlen lesz, és bízunk eddigi partnereink bizalmában, és ezen az úton szeretnénk tovább haladni.